A tájházból a református templomba vonultak az ünneplők Tiszabezdéden. A honfoglaláskori településen a Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulójára emlékeztek, immár negyedik alkalommal. A község önkormányzata a kisvárdai kuruc hagyományőrzőkkel közösen teremtett tradíciót a településen. A honfoglaláskori hagyományok ápolása mellett megismerkedtünk olyan barátokkal, olyan ismerősökkel, akiknek a Rákóczi szabadságharc, a Rákóczi fejedelem öröksége volt fontos, és csatlakoztunk hozzá. El szoktam mondani, hogy nem tudjuk, hogy járt-e a fejedelem Tiszabezdéden, járhatott, mert ugye itt a birtokai itt voltak, de mi az eszmeiségét szeretnénk megőrizni, ami fontos most jelen pillanatban itt Magyarországon is. A történelmi Magyarország leghosszabb szabadságharca kezdődött 321 évvel ezelőtt. 1703. június 16-án a Rákóczi vezette sereg a lengyel-magyar határt átlépve a Vereckei hágón keresztül érkezett Magyarországra. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke megköszönte a hagyományőrzők munkáját, és kiemelte azt is, Rákóczi öröksége túlmutat az évszázadokon. Talán a legfontosabbat hagyta ránk, azt, hogy valóban a jövőbeli nemzedéknek üzent, és azt üzente nekik, hogy becsüljék meg azt a földet, amelyen élnek, és beszéljenek róla úgy, mintha egy kincs lenne. És úgy gondolom, hogy ez az örökség, az a szülőföld iránti rajongás, az az elhivatottság, a szabadságvágy, amely az ő életét és az ő munkásságát jellemezte, és amelynek köszönhetően mi szabadságban élhetünk, úgy gondolom, hogy ez örökérvényű, és ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy minden évben és minden egyes településen, kikötődik II. Rákóczi Ferenchez, a megemlékezések azok teljesek legyenek, és nagyon örülök annak, hogy minden megemlékezésen itt vannak a hagyományőrzők, itt van a Rákóczi Szövetség, és ott vannak azok a települések, akik úgy gondolom, hogy méltón képviselik az örökségét. Az istentiszteletet Meleg Vilmos színművész előadása követte, majd a templom mellett álló Millenniumi Park emlékfájához vonultak az ünneplők. A köztéri alkotáson a kuruc hagyományőrzők kezdeményezésére minden évben névtáblákat helyeznek el. Hagyományőrzők kerülnek fel, olyan hagyományőrzők, akiknek múltjuk van, több tíz éven keresztül benne vannak, csinálják, és tudják továbbadni az utókornak, de olyan, hogy Nyíregyházától az országos szinten már Monóról is voltak, aki felkerült, úgyhogy országos szinten, akire felnézünk, hogy méltó arra ki kell érdemelni, hogy felkerülhessen az emlékfára. Idén Virág József, Tóth Zsigmond Béla, Miklós Csaba és Piroska János hagyományőrzők kaptak névtáblát a tiszabezdédi emlékfán.